Székesfehérvár felső oktatásáról és a Budapesti Corvinus Egyetem jövőbeli terveiről volt szó a kedd délutáni kerekasztal beszélgetésen, amit a székesfehérvári kampuszon tartottak. Az eseményen a város polgármestere és az egyetem vezetői összegezték az eddigi közös munkát. Köszönöm szépen, hogy ebbe a társaságba beszélgethetünk a fehérvári felsőoktatásról és a Corvinus fehérvári kampuszáról. Itt is azt gondolom, hogy fontos elmondanunk, hogy amikor annak idején először találkoztunk a Corvinus vezetésével, és beszélgettünk egyáltalán a lehetőségéről a székesfehérvári kampusz akkor még megalapításának, elindításának, akkor nyilván mindenki tisztában volt, hogy ez milyen előnyöket rejthet magába. Bízom benne, hogy elmondhatjuk, hogy mind a két fél számára, de leginkább a hallgatók számára, vagy a leendő hallgatók, a fiatalok, a diákok számára. És azt gondoltuk, hogy persze ez nem lesz könnyű út, hiszen valamint elindulni, ami eddig nem volt, nemhogy a városban, hanem a város tágabb környezetében sem, az nem könnyű, még akkor sem, hogyha az ország felsőoktatásának talán legfontosabb brendjét tudtuk arra rávenni, hogy Székesfehérvárban is gondolkodjon. Nekünk ez egy akkor nagyon megtisztelő lehetőség volt, amikor az első híreket hallottunk, hogy ezen az úton el tudunk indulni, de azt pontosan tudtuk, hogy valamit felépíteni a felsőoktatásba, ebben az esetben nulláról, az bizony nem könnyű. És ez csak akkor fog működni, hogyha egy jó együttműködésben kiki végzi a saját feladatát, ezt megpróbáljuk egymással összehangolni, és ennek igenis meg kell, hogy legyen az eredménye. Miben mérhető az eredmény? Mondhatunk most, majd nyilván beszélünk mindenféle infrastruktúrális és fizikai és egyéb megvalósult vagy megvalósulóban lévő álomról, de a legfontosabb eredmény az a hallgató és a diák, mert ő érte van ez a történet, és ő rajta keresztül a fehérvári és környezetét jelentő jövőképünk, stratégiánk vonatkozásában kiemelkedő döntés volt ez akkor. Mi azt mondtuk, hogy ennek a városnak van egy-másfél évtizede arra, hogyha ezeket a lehetőségeket megkapjuk, akkor ezzel élve bebizonyítjuk, hogy ez a környezet, az itteni gazdasági erő, ipari potenciál, az itt lévő diákváros jelleg a középiskolák tekintetében, az kellően érett arra, hogy még Budapest közelségében is, de annak az előnyeit kihasználva egy ilyen partnerrel tudjunk felsőoktatást építeni. Nem volt célunk, és ez fontos tisztáznunk, hogy egy olyan egyetemi várost hozzunk létre, mint amit most nyilván Budapest az minden szempontból egy más nagyságrend, mint amit azt szoktuk mondani, hogy Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc jelent. Azt gondolom, ez nem is lenne reális, és nem is hiszem, hogy Fehérvárnak erre van szüksége. Fehérvárnak egy nagyon jó minőségű felsőoktatásra van szüksége, elért pár ezer hallgatóval. Azt gondolom, hogy ez lehet a realitás, és ez lehet egy jó minőségi paraméterezése ennek a történetnek, minőségi partnerrel. És ehhez azt gondolom, az első években egy nagyon szép létszám bővülést tudtunk elérni. Minden évben emelkedett a hallgatói létszám. Az utolsó kifejezetten egy biztató arányú emelkedést jelentett, és pont arról beszéltünk itt igazgató úrral, hogyha most a jelentkezéseknél is, majd nyilván utána a felvételi eljárásban ezt tudjuk folytatni, akkor ez megint egy nagyon-nagyon fontos lépcsőfok lehet, és az pedig szerintem egy jó hír, hogy a Corvinus Fehérváron ezt az épületet kinőtte. Magyarul nagyon fontos, hogy belépjen a másik épület, amivel egyébként egy szép történeti értékünket is megmentjük, amivel egyébként egy nagyon szép épületet is megmentünk az enyészettől, és ráadásul azt a fiatalok számára, a felsőoktatás, az oktatás, az egyetemi képzés számára mentjük meg. Úgyhogy én még egyszer köszönöm, hogy annak idején a Corvinus erre vállalkozott, köszönöm az állam támogatását és segítségét, de alapvetően ezt az egész történetet a fiatalok hitelesítik, és szerencsére úgy látom, hogy ők készek ezt a történetet és ezt a közös törekvést hitelesíteni. A Budapesti Corvinus Egyetem székesfehérvári kampusza számára kiemelten fontos dolog a fejlődés. Ezért is hozta létre a Corvinus Alba iránytű a mindennapokhoz programsorozatot, aminek a legutóbbi eseménye egy kerekasztal beszélgetés volt. A témák az egyetem bővítését és a jövőbeli célok fontosságát is magukba foglalták. Szerencsére elérte a Corvinus Fehérváron azt, egyébként a tervezett ütemezés szerint, hogy kinőtte azt az egyébként gyönyörű épületet, amit biztosítani lehetett a számára, és szükség van arra, hogy egy régi egyébként szép történelemmel rendelkező épület is megújuljon. Ez is most már zajlik. Szerencsére a készültségi állapot az ütemezés alapján úgy látjuk, hogy minden remény megvan arra, hogy szeptembertől már azt is lehessen majd használni, és bízom benne, hogy ez az infrastruktúra is mutatja, hogy a Corvinus komoly
komolyan gondolkodik Székesfehérvárba, Székesfehérvár pedig stratégiai partnerének tekinti a Corvinust. Megszületett az a kormányhatározat, ami egy olyan fejlődés lehetőségét kínálja a budapesti Corvinus Egyetemnek, beleértve a Székesfehérvári kampuszt és a közgáz kampuszt, ami megteremti annak a feltételeit, hogy a budapesti Corvinus Egyetem egy reális időtávon belül, ugye most egy Corvinus 2030-as stratégiában gondolkodva, a nemzetközi kiválóság, a nemzetközi élvonal, mind az oktatásban, mind pedig a kutatásban, mind pedig a harmadik missziós tevékenységek tekintetében megvalósuljon az egyetemen. Azt gondolom, hogy ez volt a legfontosabb történet, ami 2018-ban az egyetem jövőjét meghatározza. A Corvinus 2030-ra szóló stratégiai célja az, hogy az egyetem a gazdaság és társadalomtudományi területen bekerüljön a világ legjobb 200 és Európa legjobb 100 egyeteme közé a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban. Ennek a tervnek az egyik modulja az is, hogy az eddig használt 3+2 tanítási rendszer helyett a 4+1 formát alkalmazzák az egyetemen, ami a diákok számára is jelentős előnyökkel bír majd. Azért lehet előnyös a tanulóknak, mert így már a kötelező tanulmányok alatt külföldi részképzésben vehetnek részt. Eddig is mehettek külföldre, voltak Erasmus és más mobilitási programok, azonban, hogyha ez a képzés része, akkor egyrészt a külföldön szerzett krediteket is automatikusan be tudjuk számítani a tanulmányokba, hiszen ez annak a részét képezi. Másrészt pedig így felvértezve a külföldi tapasztalattal sokkal jobban értik meg azokat az ismereteket, folyamatokat, könnyebben elsajátítják azokat a kompetenciákat, amelyeket itthon tanulnak. Technikailag az államilag finanszírozott rész az nem változik. Az elmúlt évekhez képest volt-e valamilyen változás abban, hogy mondjuk az állami finanszírozásra jelentkező diákoknak mit kell megugrani, akár pontszámban, vagy bármiféle olyan dologban, ami ehhez szükséges? Jelentős változás nem volt. Ugye azt látjuk, hogy a gazdaságtudományi képzési területen országosan magas az állami finanszírozott belépési pontszám, vagy felvételi pontszám. Hatványozottan igaz ez a budapesti Corvinus Egyetemre is, és hát ez a Székesfehérvári kampuszra is. Éppen ez garantálja azt a minőséget, hogy kiváló minőségi, jó felkészült középiskolás hallgatók kezdhetik meg a tanulmányaikat az egyetem Székesfehérvári kampuszán. Nem fog ez változni a jövőben sem, hiszen csak az ösztöndíj neve változik. A jelenlegi állami finanszírozott ösztöndíj a teljesen megegyező feltételek mellett kaphatják meg az arra érdemes hallgatók a Corvinus ösztöndíjat. Ehhez kapcsolódóan volt szó arról is, hogy ugye egész nagy számban rendelkezik a Corvinus azokkal a frissen felvett diákokkal, akik ugye a legjobb teljesítményt nyújtották a felvételén. Ez egyébként mi a tendencia, tehát hogy ezt a szintet ők egyébként tudják itt az egyetemen is hozni? Természetesen igen, ez a magas felvételi pontszám garantálja számunkra azt, hogy olyan minőségű hallgatókat veszünk fel, akik megállják a helyüket az egyetemi környezetben is. Figyeljük folyamatosan a lemorzsolódási arányokat, mind a budapesti képzési helyen, mind pedig a Székesfehérvári kampuszon, és természetesen odafigyelünk arra is, hogy a felülről kiemelkedő igazán tehetséges hallgatóknak is megadjuk a továbbfejlődési lehetőségeket. Alacsony lemorzsolódási arányokkal rendelkezünk, és szerencsére viszonylag kiugró a tehetséges hallgatóknak az aránya. Ez például Budapesten a szakkollégiumokkal, illetve különböző hallgatói szakmai rendezvényekkel tudjuk támogatni, és célunk az, hogy Székesfehérváron is hasonló jellegű szakkollégiumok talán nem olyan nagy számban, de ugyanolyan intenzitásra és ugyanolyan tartalommal jöjjenek létre, mint a budapesti képzési helyen. A Székesfehérvári kampusz B épületének beruházási munkáiról Horváth Béla, a kampusz igazgatója tartott prezentációt. Ez egy közel 2000 négyzetméteres alapterület lesz itt az oktatási és kutatási térnek. Itt oktatótermek, konzultációs szobák lesznek elsősorban kialakítva. Ezen kívül lesz egy nagyon komoly felszereltségű laboratórium, ahol szociológiai, magatartástudományi kutatásokat lehet végezni. Nyilván nem helyettesíti a terepmunkát, tehát ki kell menni a cégekhez elvégezni ott is a megfelelő kutatási témákat, viszont vannak olyanok, amit fókuszcsoportos körülmények között egy zártabb, kicsit hibernáltabb körülmények között lehet elvégezni, illetve stúdió fog ebben az épületben üzemelni, tehát egy nagyon modern
olyan lehetőséget teremtünk, ahol akár stúdióbeszélgetéseket is fel tudunk venni. És ami nagyon fontos, hogy ebben az épületben helyet kap majd egy könyvtár is, amit szintén szeretnénk, és úgy fogunk megvalósítani, hogy ez egy nagyon komoly felszerelt könyvtár legyen, majd fogok mutatni róla, nem megyek előre egy pár látványtervet is. És nagyjából így fog kinézni az épületünk. Ugye, amiről beszéltem, egy kis konferenciaközpont tárgyalóval, laborokkal, egy nagy előadóterem lesz a földszinten, az emeleten oktatótermek lesznek, ezek a zöld előttem az oktatótermek, illetve a tetőtérben is oktatótermek, illetve egy könyvtár, egy olvasószobával fog helyet kapni. Ugye két intézményről beszélünk, egyik az oktatási intézmény, mint Corvinus Egyetem, a másik pedig a kollégium, és mind a kettő fontos ebből a szempontból. A kezdetiekhez képest, amikor elindultunk ebben az épületben például, akkor ez az épület hát a mostani megjelenéséhez képest sokkal kopárabb volt. Igyekeztünk az épületet is úgy alakítani, hogy színesebb legyen, hogy az épületben sok olyan bútor és sok olyan tárgy kerüljön bele, ami hangulatosabbá teszi az életüket. Tehát gondolok itt a bútorzatra, gondolok itt a büfé kialakítására, gondolok itt arra, hogy virágokat vettünk a folyosóra, hogy sokkal kényelmesebben érezzék magukat. És azt látjuk, hogy a hallgatók tényleg szívesen használják, tehát leülnek a folyosón, leülnek a padokra, tehát ez a tér, ez számukra szünetekben, órák között ez egy fontos tér, és azt látjuk, hogy nagyon sokszor be is jönnek, nem csak akkor, amikor órájuk van, hanem itt találkoznak, tanulnak együtt, készülnek a következő órákra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igyekszünk üzemeltetési, infrastruktúrális oldalról is megtenni mindent azért, hogy a hallgatók itt otthon legyenek, hiszen ez a küldetésünk, hogy ez a hallgatóknak tényleg az otthona legyen, tényleg a második otthona legyen, és akár kollégistaként, akár nem kollégistaként azért jól érezze magát. Visszajelzést a hallgatóktól folyamatosan kapunk azért. Egyrészt kollégiumi bizottságon keresztül a kollégistáktól, illetve lakógyűlésen keresztül a kollégistáktól is kapunk visszajelzéseket, illetve miután itt élünk velük, ez egy nagyon kis közösség, így mindenkit ismerünk, látjuk nap mint nap őket a kampuszon, beszélünk velük a folyosón, és kapjuk tőlük folyamatosan visszajelzést, és várjuk is egyébként, hogy jelezzék, hogy mi az, amire szükségük van. Volt, amit egyébként ők kértek kifejezetten, hogy szeretnék, hogyha megvalósuljon. De ezzel a bővítéssel mi lesz ez a maximum létszám, aminek a befogadására képes lesz itt a székesfehérvári kampusz? Ugye a jelen pillanatban az alépületben, ahol most vagyok, az oktatás 400 fő befogadására képes, tehát 400 hallgatót tudnánk egyszerre leültetni. A másik épületben, ugye ott nem lesznek irodák, ezért egy sokkal nagyobb befogadó képességű épületről beszélünk. A másik épületben több mint 700 hallgatót tudunk egyidejűleg leültetni, úgyhogy majdnem megháromszorozódik az a létszám, amit be tudunk fogadni. Itt nem csak a létszámról van szó, hanem arról is, hogy hány terem van. Ugye a termek befogadó képesség és a termek száma együttesen határozza meg, hogy mennyi oktatási terjedelmet tudunk biztosítani. Illetve az is nagyon fontos, hogy egyszerre nincs minden hallgató itt, hiszen mind beszéltünk róla korábban a duális képzések miatt, a hallgatók két napot a duális partnernél vannak, és három napot vannak itt a kampuszon, tehát három napig vannak az egyetemi oktatásban. Így ha a teljes kapacitásunkat ki akarnánk használni, vagy ki akarjuk majd később használni, akkor én az tervezett 1000-1100 főnél lényegesen többet is be tudunk fogadni, tehát alkalmas lesz arra ez a két épület, mint hogy most is ebben az egy épületben megtesszük, hogy az oktatás mellett még konferenciáknak, megbeszéléseknek, kutatásoknak is helyt tudunk adni. A felújítási munkálatokkal augusztusban végeznek, így az új tanévben már a kibővült egyetemen tanulhatnak a hallgatók.